Hello, hello, sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket ma is. Egy újabb, rövid résszel, egy újabb, rövid tanulási blokkal várlak titeket ma is nagy szeretettel, Igazság szerint ma is egy picit birtokos szerkezetekkel fogunk foglalkozni, de nem egy igét hoztam, mint tegnap, ugye tegnap megismerkedtünk, vagy átismételtük, akinek ismétlés volt a have és a have got birtokos igével, hanem mára egy olyan rövid nyelvtant szántam, ami bár szintén birtoklást fejez ki, de főnevekkel használjuk. Úgyhogy a nyelvtani blogban az av és az apostrof s-sel fogunk foglalkozni, mind a kettő birtoklást fejez ki, és a második részben pedig a szókincsben szintén egy pár trükkös szót hoztam mára is, Tricky Words a résznek, a sorozatnak a neve, és a többit nem árulom el egyelőre, hanem maradjatok velem. Én azt mondom, hogy csapjunk is bele, látom, hogy most már megérkeztetek, Na most akkor kezdjük onnan, hogy nagyon érdekes ez a birtoklás az angolban, mert hogy háromféleképpen is lehet birtokolni. Ugye tegnap megtanultuk az egyiket. Ugye ez a, ez a birtokló ige, hogy nekem van valami. Ugye? Ez az I have, vagy I have got. Megnéztük, hogy kell vele tagadni, kielentő mondatokat alkotni, kérdezni. Letisztáztuk, hogy hogyan működik egyes szám első szemében, tehát hogy milyen egyeztetési érdekességei vannak. Viszont lehet mással is kifejezni a birtoklást, ezen belül is, hogyha azt akarod mondani, hogy valaminek a valamie, vagy valakinek a valamie, azt gyakorlatilag egy újabb birtokos szerkezettel fogjuk kifejezni. Tehát ez nem egy ige lesz, hanem ez főneveknek a birtoklására szolgál. Tehát valaminek a valamilyen. Én úgy szoktam magyarázni, hogy a Katinak a kutyája, vagy a, a macskának a lába. Tehát ez az a szerkezet, amit ma meg szeretnék nektek mutatni, nagyon-nagyon alap dolgokat, hiszen nem fogunk tudni a részletekbe elmerülni, de azért egy, mégis egy nagy ízelítőt kapjatok. Alapvetően kezdjünk az av kicsi prepozícióval, ami valójában ez egy birtoklásra szolgáló prepozíció. A kiejtése v van, arra figyeltek, tehát nem av, hanem av, v. Jó? Elsősorban két élettelen tárgynak a kötésére használják. Ez volt az eredeti, ezért írtam oda, hogy eredetileg tárgyakkal. Valaminek a valamilyen. Viszont ma már azért használják ezt máshogy is, az utolsó példa is majd egy kicsit erre rámutat. Na most ennek a szerkezetnek az az érdekessége, hogy tudjátok azt, hogy angol egy csó minden fordítva van, ugye? A nevek, a dátumok, a nem tudom, néha a csap is, nem baloldal, tehát hogy szét vannak szedve a meleg víz, hideg víz, legalábbis Angliában. Tehát minden fordítva működik, Angliában még a közlekedés is. Na most ez azt jelenti, hogy ennél a szerkezetnél ugyanúgy fordítva kell kifejezni a birtoklást. Én szoktam rajzolni egy nagy X-et egy nagy X betűt, hogy megértsük ehhez ezt. Tehát nézzétek csak meg, hogy magyarul először is a sorrendet. A háznak az ajtaja. Ez az X betű az arra vonatkozik, nem arra, hogy benned van az X faktor, lehet, hogy benned van, nem tudom, hanem arra, hogy meg kellene fordítani a sorrendet. Tehát az ajtaja, képzeld el, hogy itt van fenn az ajtaja, azt kell előrehozd az angolban, és a háznak szó pedig a végére megy angolul, és egyetlen egy kötőszó van középen, hivatalosan az nem kötőszó, hanem prepozíció, az av szócska. Ez fogja kifejezni azt, hogy valami nek, a valami je. Jó? Tehát amíg magyarul toldalékokkal fejezzük ki, addig itt egyrészt fordítva lesz, tehát ki kell cserélni a sorrendet, ami hátulban az jön előre, ami elől van, az megy hátra, és középen az av szócska van. Nézzétek meg a példát, a háznak az ajtaja, így fejeződik ki angolul, the door of the house. The door of the house. Ha azt akarod mondani, hogy az egyetem termei, megint előre hozod a termei szót, the rooms, összekötöd az of szócskával, és csak utána jön az, hogy az egyetem. The rooms of the university. Vagy az ő színei. előrehozod a színei szót, the colors of autumn és hátra megy az ősz szó, the colors of autumn. És uh, írtam itt egy olyan példát is, hogy ez nem csak uh, élettelen tárnak az élettelen valamie, hanem azért nyilván használhatunk élő uh, dolgokat is vele, tehát például a, az országnak a népei. Azt már tudjátok, hogy az emberek, az people, és ez már eleve egy többes számú főnév, viszont van olyan, hogy people's, tehát még tehetsz rá betűt, viszont az nem embereket jelent, hanem népeket, népeket. Tehát ha azt akarod mondani, hogy ennek az országnak a népei, ennek az országnak az jön uh, gyakorlatilag hátra, és a népei szó jön előre. X betű, megfordítod. The peoples of this country. The peoples of this country. Na, ez mennyire volt uh, kínai számotokra? Was it Greek to you? Igen, angolul úgy mondjuk, hogy neked ez görög volt, mert hogy angolul a görög az olyan, mint magyarul a kínai. Tehát, hogy nehéz. Érthető volt-e? Tudtátok-e követni? Írjatok egy pár példát. Ó, Ágnes már írt is, nagyon jó. The tap of the bathroom. Nagyon jó, ugye a fürdőszobának a csapja. Többiek, írjatok még példákat ezzel a szerkezettel. Tehát keresztben működik, megfordítjuk. Most mi a helyzet az apostróf s ami szintén birtoklást fejez ki? Nagyon-nagyon fontos, most, most főleg aki az elején jár, az figyeljen nagyon, ez az apostróf S ebben az esetben nem az is a létigének a rövidítése hanem ez egy birtok, birtokos jel, mert magyarul birtok hívjuk azt, hogy anyukámnak a neve valami, de itt most maradjunk abban, hogy a birtoklást fejezi ki, hogy ne menjünk bele ilyen nyelvészeti dolgokba. Ha azt akarod mondani, hogy valakinek a valamie, tehát a személy birtokol valamit, amíg az előző esetben tárnak volt valamie, itt személyekről van szó, eredetileg. Mindjárt meglátjátok, hogy azért van, van már ebben is változás. Tehát induljunk ki az eredeti esetből, anyukámnak a neve, nem mondhatsz csak annyit, hogy my mother name, mert az azt jelenti, hogy az anyukám név. Ez így helytelen magyarul is, ugye? Na ezért angolul a valakinek a valamie, az az apostróf S, és itt nem történik változás, tehát ugyanabban a sorrendben rakod össze a szókapcsolatot. Anyukámnak a neve, my mother's, ő lesz a birtoklás, name, és ha folytatnám a mondatot, akkor ugyanúgy kell bele, igen, my mother's name is Mary például. Jó? Tehát, hogy ez az apostróf S, ez nem az iz, jó? Ez a birtoklás valakinek a valamije, és ezt mindig ki kell írni. Vagy Kate's Book, Kati könyve. Az érdekesség az, hogy ha esbetűre végződik egy szó, és nem számról van szó, hanem eredetileg esre végződik, akkor a kiejtés úgy fog kinézni, például BOSS, ugye ez esbetűre végződik, ESRE, My Bosses bosses, így fogod ejteni. My boss is time, a főnökömnek az ideje. Abban az egy esetben, uh, történik egy érdekesség, amikor a főnév többes számra végződik, tehát eleve sövetű van a végén, de nem eredetileg, hanem a többes szám sövetűje, például a parents, szülők, és azt akarod mondani, hogy a szüleimnek a neve, akkor írásban csak egy apostrófot teszel ki, My parents name, és nem ejted máshogy, a brit angolban. My parents name, a szüleimnek a neve. Viszont az amerikaiak érdekes módon, bár nem írnak ki még egyes betűt ők sem, viszont kiejtésben úgy ejtik, hogy my parents is name. Tehát ő úgy ejti, mintha ott lenne egy elkötő hang is. Ez csak egy kis érdekesség szempontból. És akkor még egy dolog, hogy ugye azt mondtam, hogy ezt az apostrófást a, személyeknek a birtoklására használjuk, ugyanakkor ma már, ahogy lazul egyre inkább a nyelv, ezért került be a köznyelvbe az is, és egyre inkább helyesebb az is, hogy the car's problems, az autónak a problémái. Azért tettem oda a kicsi csillagot, hogy ez már kezd már elfogadottá válni, úgyhogy ha láttok ilyet, hogy élettelen dolognak a valamilyen így apostrófessel, belefér, abszolút. Jó, többiek, írtok-e még példákat ezzel az apostróf essel is egyes számba, többes számba próbálgassátok. Írtatok itt példákat, szuper, uh, toja, shirts of the businessman, nagyon jó, és, és, vice versa igaz ez, tehát uh, oda-vissza igaz ez, hogy mondhatom azt, hogy the businessman's shirts, vagy the shirts of the businessman, így is helyes, nagyon szuper. Sylvie, the windows of the house, ugye a háznak az ablakai. Tökéletes. Jó, na hát akkor írjatok még példákat, és akkor átváltok most a szókincs résznél, nézzünk egy kis gyakorlást. Oké, okay. today I would like to teach you some tricky words again. Um, I brought you three examples, more exactly four ones, you will see one of them will be in pairs every day, which is a one word. Uh, expression and the second one is every day, two separate words. The next one is prior to, prior to, that's the pronunciation. And the third is in connection with, in connection with. Now let's see them one by one, one by one. Now, guys, it's very interesting because there is a difference between the words every day, one word, and every day, two words. If you write it together, so if it's one word, it means uh, regular, ordinary. So it is an adjective, adjective. So every day, one word means ordinary. For example, I can say, I'm just an everyday girl. I'm just an everyday girl, an ordinary girl, a plain girl. That's the meaning. Or is it an everyday problem at the company? oh sorry there's a typo there we will correct that so is it an everyday problem it means is it an ordinary regular regular problem at the company so be careful because everyday one word is an adjective and it means regular however if you write it into two words every day so two words it means each day each day for example, they work from home every day. So, it's an adverb. It's an adverb, okay? They work from home each day, every day. They are the same almost. We often say every single day. If you hear it, it's a bit more emphatic. Every single day my mom calls me or every day my mom calls me. Okay? So this is the difference and be careful about them. Our next tricky word is prior to. Prior to. It's a lovely lovely phrase. It means before, before. And you have to use a noun phrase after that, nouns, like after despite like we discussed it yesterday. For example, prior to his marriage, his marriage it's a noun. Prior to his marriage, he was a real womanizer. Womanizer, Casanova, okay? Um it means that he, womanizer means that uh, uh, he's trying to seduce women, obviously. Okay, prior to something means before. So before his marriage, in other words, prior to his marriage. Another example, the month prior to her death, she was pretty active. So the month prior to her death, it means few months before her death. Okay, it's pretty much the same. Um, the month prior to her death, she was active. So prior to means before, earlier, earlier, before that, recently. And our last one is in connection with, in connection with, which means related to something or about something. It's very, very common, but it consists of three words in connection with. Just together. Let's see an example with this. I would have some questions in connection with this topic. I would have some questions about this topic. It's almost the same. In connection with, is a bit more formal. Or, can you answer his email in connection with the prices? Can you answer his email in connection? So, regarding or related to the prices, they are the same okay these are the tricky words today let's revise them and review them in hungarian as well to summarize them and and also give you some hints in hungarian too Oké, okay. na akkor egy pár szóban magyarul is összefoglalnám a trükkös szavainkat. Mára ellenőrizzétek vissza magatokat, hogy letisztult-e, érthető-e volt -e minden. Nagyon röviden, everyday egybeírva, egy melléknév azt jelenti, hogy hétköznapi, mindennapos. Például hogy én csak egy mindennapos, egy hétköznapi lány vagyok. I'm just an everyday girl. Tehát egybeírva, melléknév azt jelenti, hogy hétköznapi, valamilyen, rend, tehát, hogy ilyen nagyon mindennapos probléma például, everyday problem. Ellenben, ha kit, külön szóként írjuk le, ott már határozó, és azt jelenti, hogy minden nap, minden nap, everyday. Tehát figyeljetek írásban, hogy ne euh, keverjük, mert mást jelent. Van egy olyan érdekes kapcsolat, hogy every single day, ezzel egy picit nyomatékosabb, így azt jelenti, hogy minden áldott nap, ugye milyen gyönyörű, minden áldott nap, every single day határozóként működik. Ő is mondat eleje, mondat vége. Prior to, korábban, visszamenőleg. Ez a legjobb szó, hogy korábban, ezelőtt. Uh, prior to his marriage, uh, tehát... Uh, a házasságát megelőzően, talán ez a legjobb szó, hogy megelőzően, valamit megelőzően. És nagyon fontos, hogy mögé főneves szerkezet jár, ugyanúgy, mint a tegnapi despite kötőszó mögé is. Látjátok, prior to her death, um, a halálát megelőzően, pár hónappal a halálát megelőzően, ugye nagyon aktív volt ez volt a példánk. És az utolsó kifejezés már a In Connection with, valamivel kapcsolatban, ez egy kicsit formálisabb valójában, hasonló, mint a valamiről. Tehát valamivel kapcsolatban, a témával kapcsolatban, In Connection with the topic, In Connection with the prices. Oké. Okay. Na, lássuk a ti példáitokat, és akkor utána mutatom, hogy mivel készülök holnapra. Aliz írja, hogy amikor a gerundot használjuk, én sokszor azt úgy is fordítottam volna, hogy az afos szerkezetet használom. Uh, with reading a book, I dealt, I dealt with reading... Mm, nem, ez egy más kérdés, ide nem kell av, abszolút. Tehát a, a gerund után Aliz abszolút nem kell av. Tehát az csak úgy, úgy helyes, hogy I dealt with reading a book. I dealt with reading a book. Tehát nem kell oda az az av, mert a gerund ezt kiváltja. A businessman shirt úgy is helyest olyan, nagyon jó. Tima írja, hogy my daughter's name is Noemi. Good job. Nagyon jó példa, Timi. Sylvia, my sister's name is Monica. Super örülök, hogy nem hagyjátok ki az izeket sem. Ügyes. Ágnes írja, my husband's name is Marci. Tök jó ez is van -e még példátok? Jó, ennyi, írjatok még. Miről lesz szó holnap? Egy kicsi nyelvtannal készülök, alapfokú összehasonlítás lesz a holnapi témánk, és további trükkös szavakat hozok holnapra is. Várlak nagy szeretettel. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!